Behajtott fejjel kullog vissza majd a szabad polgári életbe. Most felhívom a rabszolgák figyelmét. Jöjjenek a színpadra! Gyertek! És ha megérkeztetek, fogjátok meg egymás kezét! Küzdöttetek! Bízva bíztatok! Talán nem hiába. Rövidesen valaki közületek a boldog pokolra száll. Egy másik a boldogtalan paradicsomba jut. Kettő pedig a reményteli futottak még kategóriába. Most felkérem Hermann Floritast, tárja fel előttünk az R-faktor győztesének és vesztesének kilétét. A mai elverés a törvényeknek megfelelően szabályosan zajlott le. Az év legértékesebb embere, aki a 30 perces szolgálatát követően köteles visszatérni a szabadpolgári életbe, és soha többet nem lehet már rabszolga. A legkisebb összegért, 15 szesterciusért értékesített Tiberius Bacatius! Igazi tomboló érzelmeket látok, hölgyeim és uraim! A legcsodálatosabb megsemmisülés, amit valaha láttam! Gyere! Tiberius, nyugodj meg! Csodálatos nemes küzdelemben buktál el! Gratulálok! Most menj! Élvezd ki a rabszolgaság első és egyben utolsó 30 percét, de vedd tudomásul, te azt követően már soha többet nem lehetsz rabszolga. Viszlát! Az év legtehetségtelenebb, legértéktelenebb embere, az R-faktor győztese, az új rabszolga, aki itt a szemünk láttára született meg, aki az is maradhat élet, nekem mi a véleményed arról, hogy ennyire értékelték a semmilyen képességeidet? Erről álmodni sem mertem. Úszom a terméketlen boldogságban, nem fogok többet gondolkodni. Dolgozni akarok, dolgozni, 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 dolgozni akarok. Dolgozni akarok. Szerintem ennek semmilyen akadálya nincs, gondolkodni pedig eddig sem tudtam. Most felkérem Vittorio Orbitalist, hogy adja át a győztesnek az R-faktor ajándékát, a tehetségtelenség babérkoszorúját, a lánc fokozattal. Mielőtt a rabszolgák megkezdik jól megérdemelt szolgálatukat, szeretném megköszönni a Római Rabszolgakereskedő Kamara a szekcióvezetőinek a közreműködését. Köszönöm Hermann Floritasnak a szakszerű pénztárosi feladatok ellátását, és önöknek is, hölgyeim és uraim, hogy végig kitartottak mellettünk. Mielőtt azonban elbúcsúzunk egymástól, megkérem önöket, hogy ismét álljanak fel. És énekeljük el együtt
a római rabszolgakereskedő kamara közismert indulóját, a szózat a rabszolgához cím. Gazdádnak rendületlenül, légy híve, ó rabszolga, bölcsőd a smajdan sírod is, mely fáhol és megtakar. A nagy világon, gazdádon kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen az ő keze, nála élned is meghalnod kell. Áldjon vagy verjen az ő keze, nála élned is meghalnod kell. Get, 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 get